Sziasztok! Én leszoktam az alkoholról, cigiről, kávéról, nagyon erős gyógyszerekről. 10 évig szedtem orvosi utasításra nagyon erős gyógyszereket, vagy hát mikor miért, sokfélét. Minden nap, és aztán leszoktam erről is, önhatalmúan, bár azt mondták, hogy életem végéig szedni kell, de letettem a gyógyszereket, és más módszerekkel, spirituális módszerekkel meggyógyítottam magam. Szóval sok mindenről leszoktam, alkohol, cigi, kávé, gyógyszerek, hús, tej, tejtermékek, tojás, és a facebookozás. Tehát sok mindenről leszoktam, úgyhogy tapasztalatból beszélek. Hogyha valamiről már többször próbáltál leszokni, és nem sikerült, akkor érdemes ezt kipróbálnod, hogy minden máson változtatsz. És az egyik változás segíti a másikat. Tehát ha mondjuk nem tudtál eddig leszokni a cigiről, akkor mondd azt, hogy jó, akkor ma bármi máson, ha tudok változtatni, akkor változtatok. És hülyeségnek tűnik elsőre, hogy miért változtatnál máson, és ez miért segítene, de segít. Ugyanis az egész életed, az egész, tehát a napjaid, azok egy rendszert alkotnak. És ugye megvan, hogy mit szoktál csinálni, reggel felkelsz, megvan a reggeli rutinod, stb. Stb. És kapcsolódnak egymáshoz ezek a cselekvések. És hogyha változtatsz valamit, akkor már könnyebb a többin is változtatni. Tehát az első dolog, ami lehet egy nagyon könnyű dolog, hogy mit tudom én, eddig az egy adott útvonalon mentél a munkahelyedre, most egy picit másik útvonalon menjél. Eddig egy adott helyre vitted mindig a kutyádat sétálni, most egy másik helyre vigyed. Eddig, mit tudom, hogy mindig ugyanaz volt a reggelid, most valami más reggelit csinálj, próbálj ki új ételeket, rendezd át egy kicsit a lakást, vagy bármelyik részét, vegyél cserepes virágokat, bármit, csak változtass, 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 mindig azt nézd, hogy mind változtassál. És egyre könnyebb lesz ezeket a változtatásokat megcsinálni, és akkor tizedik dolognak megbeteheted azt, ami nagyon nehéz volt eddig, nem is sikerült rajta változtatni, de most már sokkal könnyebb lesz. Például, ha ez a cigiről való leszokás, ami eddig nem sikerült, akkor változtasd meg az ismeretségi körödet, szakítsd meg a kapcsolatot azokkal, akik dohányoznak, járjál el, kezdjél eljárni mindenféle klubokban, mondjuk futóklub, meditációs tanfolyam, jóga tanfolyam, előadás, stb. Stb. Mindenféle helyre, és ismerkedjél emberekkel, legyenek új ismerőseid, új barátaid, és sokkal-sokkal könnyebb lesz így letenni a cigit. Mondom, minden máson is változtathatsz, öltözködési stílusodon is, a zenén is, hogy eddig milyen típusú zenét szoktál hallgatni, stb. Mondom, még egyszer tapasztalatból mondom, hogy az egyik változás hozza magával a másikat, sokkal könnyebb változtatni, és átalakíthatod az egész életedet, az életformádat, De ne a legnehezebb dologgal kezdjed. Tehát itt buknak el legtöbben, hogy a legnehezebb dolgot akarják azonnal megváltoztatni, holott összekapcsolódnak a dolgok. Tehát az, hogy kik az ismerőseid, kikkel élsz együtt, tehát mondjuk költözés is jó lehet, de költözés csak akkor működik, hogyha, vagy munkahelyváltás is csak akkor működik, hogyha először belül változol. Tehát belül csináld meg a változásokat, kezdj el változni, ne azonnal a külső dolog megváltoztatásával kezdjed, mert ezt is tapasztalatban mondom, én többször költöztem, hogyha úgy költözik az ember, hogy belül nem változik, akkor az új helyen ugyanolyan típusú emberekkel fogja összehozni a sors,
ugyanazok a problémák fognak kialakulni, és a többi. Tehát csak az első napokban látja úgy, hogy hú, de jó, hogy elköltöztem, ez egy tök más hely, minden más, mindenki más, itt egy új életet fogok kezdeni. Hát nem. Tehát ha nem kezdett el az ember belül változni, megváltoztatni a szokásait, a lelkét, a hozzáállását, stb., akkor tök ugyanolyan élete lesz az új helyen is, egy új országban, vagy bárhol. Tehát visszatérve még egyszer mondom, hogy ne a legnehezebb dologgal kezdjél, hanem kezdjél el újfajta könyveket olvasni, vagy kezdjél el könyveket olvasni, ha eddig nem kezdtél el. Menjél el könyvtárba, ha eddig a kocsmába jártál. Kulcsfontosságú, hogy szakítsd meg minden emberrel a kapcsolatot, aki nem pozitív irányba vitt eddig téged, nem emelt, nem pozitív, hanem panaszkodott, dohányzó, alkoholista, stb. Negatívan áll hozzá a dolgokhoz. Szitkozódó, gyűlölködő, másokat hibáztató, és te se legyél ilyen, változz meg. Kétféle ember van, ezt szoktam mondani. Az egyik panaszkodik, másokat hibáztat, és kifogásokat keres. Ha te is eddig ilyen voltál, azonnal hagyd abba ezeket a dolgokat. A másik típusú ember folyamatosan megoldásokat keres, és amint talál olyat, ami lehet, hogy megoldás lehet a problémáira, akkor azonnal ki is próbálja. Kipróbálja, csinálja egy hétig, egy hónapig, és utána mond csak róla véleményt magának, hogy na, akkor ez be jó, vagy nem jó. Ha jó, úgy érzi, akkor csinálja tovább ezerrel. Tehát ezt a két dolgot csinálja. Úgyhogy te váljál ilyen emberré ettől a pillanattól kezdve. És elhiszem, hogy nehéz megszakítani a kapcsolatot barátokkal, ismerősökkel, rokonokkal, de kulcsfontosságú. És igenis te legyél magad számára a legfontosabb. Te vagy a felelős 100%-osan azért, hogy milyen az életed, vállald a felelősséget, és szakítsd meg a kapcsolatot mindenkivel, aki visszahúzott, mert azzal nem segítesz nekik, hogyha asszisztálsz nekik ahhoz, hogy ők a mocsokban fürödjenek, és te is akkor ott fürdesz velük a mocsokban. Ez senkinek nem jó. Nekik se jó, neked se jó. Azzal segítesz rajtuk, ha megszakítod velük a kapcsolatot, elindulsz felfelé, fejlődsz, változtatsz az életeden, szokásaidon, stb. És akkor ezt ők látni fogják, és találkoznak veled pár év múlva az utcán, és látni fogják, hogy na, milyen pozitív változáson mentél keresztül, és ez motiválni fogja őket is arra, hogy változtassanak. De úgy nem megy, hogy elkezdesz beszélni egy negatív embernek, hogy na, legyünk pozitívak, meg minden, ha ő nem akar, ha azonnal nem vágja rá, hogy oké, igen, menjünk előre, felfelé, igen, legyünk pozitívak, szokjunk le a cigiről, stb., akkor azonnal szakítsd meg vele a kapcsolatot, mert folyamatosan vissza fog húzni. A legjobb barátoknak hitt emberek, hogyha te elkezdesz fogyókúrázni, leszokni a cigiről, egészségesen élni, pozitívnak lenni, bármit elkezdesz, vissza fognak húzni. Ha akarnak, ha nem. Nem akarják, hogy változzál, nem azt akarják, hogy boldog legyél, hanem azt akarják, hogy olyan legyél, mint eddig, velük cigizzél, velük piáljál, velük szitkozodjál együtt, és együtt dagonyázatok a sárban. Ezt akarják. Hiába, hogy azt gondolod, hogy ő egy nagyon jó ember, meg jó haver, meg nem, bele van súlyedve valamibe, amibe lehet, hogy még te is, és csak egyedül tudsz belőle kijönni, vagy pozitív emberek segítségével. Úgyhogy még egyszer mondom, kezdj el most azonnal minden apróságot változtassál, mondom, egy bármi, az asztalodat tedd át máshova a szobában, vagy bármi, minél több ilyen kis változtatást csinálj, és akkor majd kezdheted utána az egyre nagyobb dolgokat is megváltoztatni. Sok sikert kívánok hozzá, sok kitartást,
És nehézségek azok mindig jönnek az életben. Annak is, aki alkoholista, cigizik, mindenkinek. Tehát nehogy az legyen, hogy elkezdesz valamit csinálni, új dolgot, és jaj, jött egy nehézség, akkor abba hagyom. Hát nem. Hát ez legtermészetesebb dolog ezen a bolygón. Mindig. Tehát eleve döntsd el, hogy bármilyen nehézség jön, te akkor is tovább fogsz menni, akkor is fölfelé fogsz menni, előre fogsz menni, és megváltoztatod az életed.